Rendkívül sokat a hölgyet szeretnék bemutatni a kedves nézőknek, nem is tudom, hol kezdjem, táncművészet, oktatás, pedagógia, fotózás, hogyan kezdődött, mi volt az első műfaj, ami megfogta, mi volt, amivel először kezdett foglalkozni? Hát a táncoktatással kezdtem el először foglalkozni, néptánc oktató végzettséget szereztem főiskolán, majd később az orientális tánccal ismerkedtem meg, ez azt hiszem, hogy ilyen szerelem volt az életemben. Rengeteg lányt vittem versenyre. Nagyon sok országos első helyezésünk lett annak idején, illetve amivel én nagyon szerettem összekötni, az a gyerekekkel való foglalkozás volt, mert pszichopedagógusként is azt láttam, hogy a mozgással való fejlesztés az, ami a gyerekeket leginkább előre viszi minden téren. Ezt a kettő dolgot nagyon jól lehetett ötvözni. Illetve, hogy a nőiességnek a megmutatása, a női aspektusok megélése, és a fotózás ötlet is így jött annak idején, hogy a nőkben szerettem volna az önbizalmat emelni azzal, hogy bizonyos aspektusokat nem csak mozgásban, hanem esetleg fotózásban is meg tudjon, tehát fotókon viszont tudja látni. Milyen a visszajelzés ezekről? Nagyon jó és nagyon pozitív. Én azt gondolom, hogy majdnem minden nőnek szüksége lenne arra, hogy a rejtett énjét kifejezhesse, vagy táncban, vagy képekben, mert a mai rohanó világban ez valahogy elmarad, azt gondolom. A Csepp Jazz Dance csapattal, végülis a kislányom által ismerkedtem meg. Én igazából a fotós karrieremet azt náluk kezdtem el. Tehát hozzájuk kuncsorogtam be magam, és náluk kezdtem el először fotózni a lányokat, és ez akkora siker lett, meg akkora érdeklődés lett iránta, hogy most egyrészt nekem is nagyon jó, mert gyakorolhatok, mozgást fotózhatok, másrészt a lányoknak is jó, mert folyamatosan kapnak képet arról, hogy hol hibáznak egy mozdulatnál, hol gyönyörű egy mozdulat, hol kell javítaniuk, és azt gondolom, hogy nekem meg azért óriási dolog, mert a két nagy szerelem, a régi szerelem a tánc, és az új szerelem a fotózás, az találkozott most. A fiataloknak mennyire van erre igény? Nekem is van két gyerek, akik néptáncolnak, és tudom, mennyire fontos. Mennyire lehet a még fiatalabb generációknak ezt átadni? Jelentkezők vannak, a szülők partnereke, vagy pedig egyre nehezebb arra fogni őket, hogy ilyen dolgokkal is foglalkozzanak? Én azt látom, hogy a szülők egyre nyitottabbak erre, mert talán pont a rohanó világ miatt, meg a saját életük nehézsége miatt látják azt, hogy a gyermekeiknek lassítani kéne, vagy egy kicsit akár testileg fejleszteni önmagukat egy mozgás által, és azt látom, hogy egyre inkább nyitnak e felé. Illetve a nőknél látom ezt. Tehát, hogy őnekik van nagy szükségük még arra, hogy a táncban megnyilvánuljanak, vagy levezessék a napi feszültséget. Egy olyan műfaj, nagyon csinos hölgyével beszélek, ami rendkívül fontos a gyerekek számára, és az életünket végig is, ez pedig a tánc. Ön éppen jött ki oktatásról, elgarrióztak kislányokat. Mióta foglalkozik ezzel, és mi a kedvence ezen belül is a táncoktatáson belül? 25 éve foglalkozom már magával a táncműfajjal, táncosként is, illetve táncpedagógusként. Hogy mi a kedvenc műfajom? A táncban valójában minden műfaj ehető és emészthető, és nagyon-nagyon kedves. Valóban a jazz tánc, ami legközelebb áll a szívemhez. A gyerekek is a modern táncon belül inkább jazz technikán tanulnak, illetve art jazz technikát a kortárs műfajokon belül, és ezeknek a gyerekszintű oktatása zajlik, illetve ahogy haladunk előre az életkorba, mert itt kezdenek fiatal a 3-4 éves korba, úgy fejlődünk egy kicsikét magasabb szintű táncossá. Mennyire nehéz a gyerekeket, hiszen 3-4 éves korban elkezdi, mennyire nehéz őket fejleszteni, mennyire partnerek, és mennyire partnerek a szülők, hiszen ez rendkívül fontos. Hát, hogy mennyire nehéz, az én úgy gondolom, hogy személyiség függő, tehát pedagógus függő. Minden gyereket más-más trükkel, másfajta rendszerrel, másfajta varázslattal lehet a táncműfaja felé terelni. Igazából nehezebb dolgom a szülőkkel van. Tehát ők, akik nagyon-nagyon siettettik ennek a műfajnak a megszületését a gyermeki testben. Ez egy türelemjáték, és hogy kivel, milyen úton jutunk el ennek a csodának a megvalósításához, az viszont a pedagóguson múlik.
vajon ebben a mostani környezetben, ami azt mondanám, nem a művészeteknek kedvez. Most ez teljesen mindegy, hogy tánc, színház vagy költészet. Mennyire nehéz elültetni a gyerekekbe, hiszen más közegből jönnek, más látnak otthon, más jönni rájuk a médiából. Valljuk be, nem biztos, hogy a tánc, nem biztos, hogy a klasszikusok, nem biztos, hogy a jazz. Mennyire lehet megfogni őket mégis? Simán. Tehát konkrétan nagyon-nagyon-nagyon könnyű a gyereket megfogni, és erre megint csatolnék vissza a pedagógus személyiségéhez. Tehát elsősorban nem az a fontos, hogy mit, hanem hogy ki interpretál a gyerekek számára. Tehát nagyon fontos, hogy úgy adjuk át a tudásunkat, úgy adjuk át azt a fajta szakmaiságot a gyerekek számára, hogy ez a számukra élvezetes legyen. És abban a pillanatban, hogy megtalálják benne az élvezeti értéket, valójában abban az irányba tudjuk őket formálni, amiben szeretnénk. És hogyha a gyerek már szereti azt, amit csinál, szívesen aktív tagja egy közösségnek, akkor már nagyon könnyű dolgunk van a szülőkkel, hiszen a szülők azok az emberek, akik a gyerekeiket kiszolgálják. Tehát ők, akik azért élnek, hogy a gyereküket boldognak lássák, és minden szülő annak örül, hogyha a gyereke olyan tevékenységben és olyan közösségben vesz részt, amiben jól érzi magát.